amit a előttünk fekvő két kötetről előjáróban el szeretnék mondani, és leszögezni, hogy ez a két kötet szakkönyv. Méghozzá egyrészt futballtörténeti szakkönyv, másrészt pedig történész szakkönyv is egyúttal. És azért kiváló két szakkönyv született, mert olyan emberek írták, akik mind a kettőhöz értenek. Tehát értenek a történelemhez is, és értenek a futballhoz is. Megtaláltuk a módját, hogy tananyagfejlesztés címmel, illetve tananyagfejlesztési céllal, hogyan készüljön el mégis ez a hatalmas munka. Ez a két kötet, ami eddig elkészült, több mint 1300 oldal, úgyhogy úgy gondolom, hogy mire az öt kötet végére érünk, az egy jó 3000 oldalba fogja feldolgozni a magyar labdarúgás történetét, de amit én igazán élvezek ebben a munkában, az a lelkesedés, az a szeretet, ahogy a szerzők hozzáállnak ehhez a munkához, hiszen ezt, amit itt látunk, kevesebb, mint egy év alatt tették le, és jövő nyárra az öt kötetnek is el kell készülni, és a harmadiknak is már a vége felé járnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a pályázati menetrendet is be fogjuk tudni tartani, de ami sokkal fontosabb, hogy el fog tudni készülni az a tartalom, amire vállalkoztak. Egy elképzelésemet ez megvalósítja, ez a két kötet, és nyilván gondolom a további három is majd. Méghozzá azt az elgondolásomat, hogy amely hát már régóta nem csak az én elgondolásom, hanem történészeké, társadalomtudósoké egybehangzóan, hogy tudnék, a futball az sokkal több, mint futball. Ebből a szempontból, hogy ebben a teremben lehetünk itt együtt, ezt én jelképesnek érzem. Ez egy olyan kulisszák közé emeli be a futballt, ahova valóban való. Amiben mérföldkőhöz érkeztek a debreceniek, és kétségtelen, hogy övék az érdem, mert itt van az egyetemen először, és azt hiszem ebben Kulcsár Zsoltnak is nagy érdemei vannak, rendszeres futball témájú előadássorozat, amelyet bármilyen hallgató fölvehet az órái közé, és Buzánszky Jenő életrajzának a közreadásában is már nagy szerepet játszottak, és ebben a magyar futball történetben, ami egyfelől csoda, hogy nem volt tulajdonképpen ilyen igényű a magyar futball teljes történetét feldolgozni kívánó munka, de nem volt. Ebben is most Debrecené az úttörők érdeme. Azt a számomra nagyon előnyös feladatot kaptam, hogy próbáljam megidézni a futballpályán kívüli élményeket, érdekes történeteket, egy kicsit a korszellemet, ami ezekhez a bajnoki évekhez kapcsolódik. Elsősorban a 30-as évekhez kapcsolódóan lehet úgymond az én tollamból, ha nagy képű akarok lenni, ehhez kapcsolódó történeteket olvasni a könyvben. Ez más jellegű könyv, mint amiket eddig csináltam. A többiek talán olvasmányosabbak voltak bizonyos aspektusból, ezek pedig, ez a kötet, vagy ez a sorozat pedig összefoglalóbb jellegű. Amikor megcsináltuk a Történelmi Lecke, nem csak fiúknak című könyvünket, körülbelül egy évtizeddel ezelőtt, akkor emlékszel, azt mondtam neked, hogy ez azért jó téma, és azért szeretném, hogy ezt csináljuk, mert találkozik benne az a két terület, amit te igazán szeretsz, a futball és a történelem. Hát tulajdonképpen ezt a gondolatot, ezt a témát, ezt itt tovább tudtuk vinni. Itt feltették a kérdést, illetve feladták a labdát, hogy mégis hogyan született, milyen ötlet, vagy kinek az ötlete volt. Nagyon régi, és kicsit zavarban is vagyok, mert aki felvetette, ezt már nem él sajnos. 1994-ben volt egy televíziós vetélkedő, többlapos foci VB, az volt a címe. Szegénk Nézjenő barátunk egyik szünetben azt mondta, hogy hát fiúk, hát ha ti ennyire tudjátok a futballt, hogy ennyire ismeritek, akkor miért nem írjátok meg? Hát egymás részünk Tamás, hogy tényleg miért nem írjuk meg. Azon az egyetemen és abban a teremben, ahol szigorlatoztam itt a könyvünket bemutatni a barátaim és a családom előtt, hát ez nagyon nagy dolog. Köszönöm szépen!